Egy klassz utazás a gasztronómia, a kultúra és a zenék világába. Ez a First Class, a tartalmas hétvége. First Class arcok. Csak slágerek, Klassz FM a rádió. Szép jó reggelt kívánok a korán kelő Klassz FM hallgatóknak, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Bagdi Emőkét, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor és a pszichológiai tudomány kandidátusa. Mindent jól elmondtam, doktor. Tökéletesen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. A koránkelés az menni szokott önnek? Nekem nagyon jól, mert tornázni járok, és ahhoz 3:45-kor kell kelnem, úgyhogy ez be van iktatva az életembe hetente legalább 3-szor. És mindig is az a típusú volt, aki inkább korán reggel fel kell, mint ezt hogy éjszaka. Ezt nem állítom, hanem rászoktattam magam. Úgy 50 éves korom táján, amikor úgy elkezdtem a nagyon rendszeres testmozgást, hogy kicsit erősítsem magam, akkor szoktam rá erre a hajnali kelésre. Egyébként kicsit inkább lustálkodó hajlamú lennék, de mint hogy szorgalmas vagyok, ezért megfegyelmezem magam. Mikor fog jobban az agya? Hát talán délután esti órákban inkább. De érdekes módon én nem szeretek és nem tudok éjszakázni. Tehát éjfélig kitartok, épp ésszel tudok koncentrálni, de éjfél után valahogy lelankadok. Úgyhogy ezért az éjszakai fennmaradás az nem az én műfajom. Van egy könyv, aminek az apropójából is beszélgettünk ma reggel, ez pedig az akaraterő. Doktornő, hogy áll az akaraterővel? Én azt hiszem, hogy én magamban elértem azt a szintet, hogy az eredendő lustaságomhoz képest rendkívül fegyelmezett tudok lenni. De ezt valóban ezzel a bizonyos akarat erővel teszem, hiszen az akarat erő az a lelki izomzat, és ezt ugyanúgy edzeni kell, mint ahogyan fizikailag edzük magunkat, hogy ne lankadjon el a fizikumunk, és hogy jó erőléti állapotban legyünk. De lelki erőlétről is beszélhetünk. És így azt mondhatom, hogy megítélésem szerint a lelki izomzatnak két tényezője van, az akaraterő és a reménység. Ez a kettő az, ami nélkül nem tudunk létezni. És különösen nagyon fontosnak tartom ezt a Baumeister és társa írta könyvet azért, mert felhívja a jelenkor emberének a figyelmét arra, hogy valami olyanról olvashat, amit személyesen meg se igen tapasztalhat magában, hogy milyen az az akaraterő, az a fajta edzettség, összeszedettség, fegyelmezettség, késleltetési és kivárási képesség, amely igazán nagyon ellentmond felkiáltójelesen a jelenkorunk kultúrája hedonista emberének, aki azt akarja most azonnal, most rögtön, most akarok valamit elérni, és nincs ez a fajta türelem, fegyelem, késleltetés, kivárás, hogy majd megdolgozom érte majd, ha elértem a munkámmal, a befektetéseimmel. Tehát ez a bizonyos majd. Ha időben el tudjuk tolni a célt úgy, hogy közben a célra feszülve mi megtesszük az összes lépést, ami ahhoz szükséges, hogy elérjük a kitűzött célunkat. Ez a folyamat az, ami alatt egy belső olyan motor működik az emberben, amit akaraterőnek nevezhetünk. És nagyon tetszik egyébként ebben a könyvben, mindenki figyelmébe ajánlom, hogy milyen finom módszer alapossággal vagyunk, mint egy rá csábítva arra, hogy edzd már, légy szíves az akaraterődet. Én ezt a gyerekek esetében különösen nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerek azonosul a szülővel. Ha a szülőnél látja ezt a bizonyos mintát, az akaraterő mintáját, akkor ő is ugyanúgy tesz. És lényegében, amikor mi fegyelmezettségről beszélünk, akkor az akaraterő működéséről van szó. Fegyelem. Van egy cél, van egy feladat, és ráállok a feladatra, mint imént mondtam, nem térülök el. Ma viszont ebben, amik hedonista kultúránkban rendkívül sok az elvonzó, a csábító, nézd, most azonnal kapd meg, milyen jó, mert megérdemled. És ezzel aztán van is egy olyan, amit különösen a gyerekekben, akikben az öröm elv működik még, és a realitás elv sokkal kevésbé, nincsenek kényszerítve bennük, aztán nagyon elementáris módon ez a bizonyos és örömelv működik, hogy nem akarok kivárni, késleltetni, de adj nekem, vedd meg nekem, és most azonnal. És itt nagyon fontos, hogy a szülő saját példájával is tudja mutatni, hogyha vársz még kicsit, ha, és feltételeket szab. És a feltételek olyanok, amik mint a kordon úgy állnak mellettünk az úton. Na akkor ezt meg kell tenni. És minden szülő tudja, hát most karácsony közeledik, és ez annyira fantasztikusan jó, olyan edzéspróba is. Igen.
A kitűzött cél majd megkapott karácsonykor. Nagyon sok mindent a gyerek igazán önfeledten megtesz érte. És különösen a szabálytudat, a szabályok bevéséséhez, ez nagyon fontos, hogy működtessük ezt a bizonyos csodálatos akaraterőt. Ám de, és éppen ebben a könyvben olvashatunk nagyon sok olyanról is, hogy ez nem egy olyan ártalmatlan tréning, mert miközben így próbálunk edzési lépéseket tenni, és próbáljuk az akaraterőnket fejleszteni, tehát a magunk szerény módján kitűzünk célokat, megpróbálunk megfelelni a kitűzött célnak, nem téríthet el semmi, és sok más is még, amiről a könyv szól, eközben elfáradunk. Ezt én olyan nagyon fontosnak találtam a könyvnek ezt az üzenetét, hogy nem akárhogy tudod te edzeni az akaraterődet, hanem az olyas valami, ami hatalmas energiákat emészt. Hát a könyv nagyon szórakoztató, sok olyanról is szól, hogy világhírűvé vált művészek, akik ilyen a tolerancia művészei, hogy jégbe falasztatják magukat, hogy kiteszik magukat hihetetlen veszélyeknek, és így tovább. Ezeknél az embereknél van egy olyan lefáradás, ők maguk számolnak be róla, és ez a hétköznapi életben is persze bebizonyítható, hogyha nagyon minden erőnket összeszedve próbálunk valamit elérni, hogy az valami olyasfajta energiafogyasztó, bocsánat a kifejezés, és zabáló, hogy annyira lefáradunk, hogy menet közben szinte nem is érezzük, de utána egy hatalmas nagy üresség támad, és föltámad az elűzött vágy. És hát például valaki egy hatalmas fogyókúrába kezd, és olyan fegyelmezett, hogy csak bámulod, hogy tényleg mennyire betart minden. Na, eléri a vágyott súlyt. Itt van a jó-jó effektus magyarázata is. Eléri a vágyott súlyt, és akkor fölszabadul. Megszabadul ettől az önkínzástól, ettől a kényszerű fegyelemtől, és akkor az ó, csak egy kicsikét. És akkor az ösztönök a szenvedély örvény törvénye, örvény mozgása elkapja, és akkor rettentő nagyokat beeszik, és egy darabig valahogyan kicsit könnyedebben veszi, és az éhezéshez szokott szegény sejtjei mohón nem csak fölveszik, amit betermel, hanem azt mind be is építik, és nagyon hamar meghízik. De számos olyan példa is van, ami arról szól, hogy nem akár milyen út az akarat erőhöz hozzájutni. A lassú, a módszeres lépésről lépésre történő edzés mellett szól minden, de tulajdonképpen minden szokás kialakítása is így van ez. Egyszerre ne terheljük már túl magunkat. Erre mindenki képes. Egyébként én nagyon sokszor hallottam olyan érveket, hogy persze neki könnyű, mert idézőjelben genetikailag neki nagy az akaratereje, nekem ez sokkal nehezebb. Mindenki el tudja érni gyakorlatilag azt, hogy magas szintre fejlesz az akaraterejét? Mindenki el tudja érni, nem velünk született az akaraterő. Annyira jó volna, tulajdonképpen jó volna, mert transgenerációsan átörökíthetnénk, mert valaki, aki az akaraterő bűvésze, olyan utódokat nemz, hogy csodálatos akaraterejű embereket nem. Ez az egyéni életúton alakul ki, és újra azért is említem fejlődés szempontból a korai szoktatásnak és a bizonyos korlátok állításának a törvényét és szükségszerűségét. Egyébként pedig volt is egy olyan kártékony pedagógiai szemléletmód, ez eléggé leszéfer, hogy mindent csinálj úgy, ahogy akarsz, legyen neked jó. Na most ez, hogy semmiféle korlát, semmiféle fegyelmezés nincs, ez nagyon-nagyon veszélyes. Már csak azért is, mert kevéssé gondoljuk át, hogy amikor határokat szabunk, akkor biztonságot teremtünk. Mert ha azt mondjuk például egy kamasznak, hogy nézd, gyere haza éjfélre, kérlek. Ez például egy olyan határszabás, amiben védjük őt, és ugyan ő lázadozik, és természetesen nem egyezik bele, de van egy biztonsági határ, tudja, hogy eddig, és tudja, hogy esetleg, ha később jön, az következményes. Hiába lázad, és netán nem tartja be, és otthon nagy cirkuszok vannak miatta, megtanulja azt, a minden sejtje megtanulja, hogy van szabály, és vannak korlátok. Aztán, amikor majd ő lesz felnőtt, és apa ugyanazt fogja csinálni, mint a saját szülei. Tehát a korlát szabása biztonságot ad. Gondoljuk el, hogy semmi korlát nincs. Ó, csinálj, amit akarsz. Hát akkor óriási a bizonytalanság. Hát meddig mehetek el? Hol van? Állítson már meg valaki, hogy érezzem, hogy hol van a határ. És ugye sok drogos fiatalnál találkozunk olyan életúttal, ahol a szocializációban a megengedésnek valami olyan elhatártalanodása van, hogy a gyerek saját maga nem tudja, mihez tartsa magát. Igenis kell, hogy kihez és mihez tartsuk magunkat.
Amikor az akaraterő témája szóba került, akkor eszembe jutott az édesapám története, aki mindig azt mondta, 2,5 doboz cigarettát szívott naponta, hogy ő bármikor le tudna szokni, csak nem akar. És azt gondolta, hogy persze csak mondja, és egyszer azt mondta 2000 január 1-én, hogy holnaptól nem dohányzok, és azóta sem dohányzik. Igen, hát megerősíthetem, és gratulálok az édesapjának, mert én is harmadik nekifutásra tudtam letenni a cigarettát. Én ahhoz a korosztályhoz tartozom, amelyben annyira elementáris volt, hogy rágyújtunk egy cigire, és megiszunk egy feketét, akkoriban még így neveztük. Leültünk egy fekete mellé, és a cigi mellé, és ez valahogyan annyira beívódott a napi szokásrendbe, hogy az életünknek részévé vált. És viszonylag fiatalon elkezdtem cigarettázni. 18 éves voltam, érettségire készültünk, kollégista voltam, mi nagy lányok már. Megengedték, hogy a szilenciumon külön terembe füstölgessünk, és ott cigizve készültünk az érettségire, és itt rontott el valahogyan az élet engem, hogy ilyen útra vitt, amiről aztán eléggé késő sikerült lemondanom, hogy 20 évig bizony bevallom, dohányoztam. És hogyha sajnálattal visszatekintek erre az időszakra, én olyan függő voltam, de olyan erősen függő. Ezért egy függésből kiszabadulni, ehhez kell az a bizonyos akarat erő. De hát erről is szól Baumeisterék könyve, nagyon jól, okosan. Nem azt kell mondani, hogy most soha többé, mert a soha többé az embert a végleges szakítás, veszteség félelmével állítja szembe. Idegességemből rágyújtok, jaj, soha többé. Tehát, hogy ezt ne. Hanem ez a lépésről lépésre, apró lépésekben előrehaladás. A soron következő cigarettámra nem gyújtok rá. Én betartottam, engem ez vezetett. Jaj, én nem tudok lemondani, éreztem magamban a gyengeséget, azt mondtam, lehetetlen, hogy erősebb legyen a cigaretta függésem. És a soron következőre nem gyújtok rá, és ez bevált. Mert az, hogy milyen volt a lelki kín, az az én privát ügyem. Egyébként pedig leírtam egy olyan naplóba, hiszen én megtanultam, mert engem a pszichológia nevelt, és ez a tudomány nagyon sokat adott nekem. Tehát megtanította, írd le, objektivált. Ha leírod, a kín egy részétől megszabadulsz. Mivel erősen kínlódtam a hiányállapotok miatt, különösen úgy éreztem, nem tudok összeszedetten gondolkodni, valami az agyamban nem ugyanúgy működik. De hát ez nyilvánvaló a hiányállapotnak egy természetes velejárója. Minden esetre leírtam, és írtam belőle egy tanulmányt, hogy hogyan szokjunk le, és ennek a szubjektív kínjai, amivel aztán pályázatot nyertem, és mondtam, jól van, kettős nyereség. Közeledik a karácsony, egy picikét, hogyha megengedi, akkor témát váltanánk, hogy ugye általában ebben az időszakban sajnos a negatív rekordok dőlnek meg, és sűrűsödik az öngyilkosság, az öngyilkossági kísérlet. Hogy mi lehet ennek az oka? És hogy mit tudunk, vagy tudunk-e egyáltalán most például mi ebben a beszélgetésben, vagy ön mondani olyas valamit, ami esetleg valakitnél át tudja állítani azt a bizonyos dolgot, hogy mégsem. Hát igen, ez olyan nehéz szívvel beszélek róla, de akkor is kell beszélnünk egy ilyen súlyos témáról, amilyen a lelki egyedül lét, a belső magány. Tulajdonképpen társas magányban is élhetünk, ha meggondoljuk, hogyha olyanokkal veszük körül magunkat, vagy olyan a családéletünk, ahol nem kapunk kapcsolati tápot. Mert a kapcsolati táp az egymásra figyelés, a beszélgetés, az együttlét, gondolatok megosztása és a szeretet adása. Ha valaki egyedül marad, úgy olyan értelem, vagy akár megözvegyül, vagy megidősödik, és a társát veszti valamely módon, elválik, és megint csak vagy például a szingli, és nagyon egyedül van. Ilyenkor elkezd sírni a lélek a szeretett kapcsolat után. Vagyis legyen társam, legyen egy másik, legyen egy olyan, aki velem van, és akivel meg tudom osztani az életem keserveit is, de aki örömöt tud adni. És ilyenkor a veszteségek fájdalma felerősödik, mert visszagondolunk azokra az időkre, amikor nem voltunk egyedül, vagy olyan boldog pillanatokra, amikor gyerekként a családdal voltunk, most meg szingli nőként itt sír egyedül. Tehát ez a fajta kontraszt élmény, hogy volt jó, mert Morzsányi jó minden ember életében volt. És elég, ha egy Morzsányi öröm vagy jó volt a múltban, ez sajgó módon föl tud idéződni, és komoly lelki fájdalmakat tud okozni. Ezért a hiány felerősödik, az öröm úgy jelenik meg a múltból, mint egy vágyott és elérhetetlen cél, és ez a kettő olyan fájdalmat tud előidézni, hogy az a bizonyos, nagyon fontos dolog, ami életben tart, hogy ki érzte
miért élsz te? Mi végre vagy a világon? És elkapja erre a kérdésre a szomorúság és magány fájdalma a lelket, mert hogy nincs kiért, és ha nincs kiért, nincs miért élni, legalábbis nem érezzük azt, hogy volna valaki, akitől ugyanakkor nem csak mi adunk, hanem bizonyos viszonzást is tudunk kapni, tehát megvan a kölcsönösség. Ha ilyen nincs érvényesen, működőképesen az életünkben, akkor nagyon rossz a helyzet, mert az ember feladja, hogy adjuk fel. Ez is egy olyan folyamat, amivel keveset foglalkozunk, mert a szomorúság és nehéz, hát úgyis annyi minden rosszat hallunk, hogy kerüljük a rosszat. De ez egy érdekes lelki folyamat, és erre az egészségpszichológia mutatott rá Isten igazában, hogy amikor a gondolatok olyan módon töltik el az embert, hogy ezek negatív tartalmak, tehát nincs miért élnem, nincs kiért élnem, akkor elindul egy olyan biokémiai folyamat, amelynek nyomán az immunrendszer teljesen tükörképes parallel módon, ugyanúgy lelankad erőiben, és hogy ezért annyira romlik az immunállapot, hogy fertőzésekre nyitottabbak vagyunk. Gondoljuk el, hogy ez olyan törvényként érvényesül, hogy például valaki elveszti a szeretteit, valakit meghal az illető, akkor a gyászban, érzelmi gyászban fél évig az immunrendszer nagyon gyengén működik. Ez a biológiai gyász. Tehát nagyon fontos, hogy ezt is tudjuk, hogyha te feladod mentálisan, és keseregsz mentálisan, hogy milyen borzasztó az egész, akkor a tested is ezt teszi. De a úgynevezett kognitív pszichológia, amely a belső mentális elme folyamatokkal és ezek hatalmával foglalkozik, nagyon pontosan rámutat párhuzamosan az egészségpszichológiával, hogy a gondolatok, hogy mit teszünk be a fejünkbe, olyan erőt képeznek, hogy ezek azok, amelyek egészen meg tudják szabni világképünket, gondolkodásunkat, és egy olyan gondolat, amiben valami negatív érzelmi tartalom van, például senki se szeret, magányos vagyok, egyedül vagyok, szerencsétlen vagyok, én egy halálra ítélt lélek vagyok, kutyának se kellek, mi lesz én velem? Ezek a nagyon ártalmas gondolatok, ezek olyannyira leképeződnek a testben biokémiai utakon, megszűnik az endorfin termelés, endomorfin, belső morfin, ugye fájdalomcsillapító és kedélyjavító. Megszűnnek azok a hormon aktivitások, oxitocin, endorfin, női nemi hormonat, nem is sorolnám már, de azok, amik vagy dopamin, olyan fajta kémiai anyagok, amik segítik a mi erőnlétünket, talpon maradásunkat, vagy kedélyállapotunkat. És minthogy ilyen, azt mondhatom, ma már ott tartunk, hogy érzelem molekulákról beszélhetünk, amik a testünkben különböző felé grasszálva megtalálják azokat a sejteket, amikbe aztán behatolva valójában, mikor érzünk, hát ez is nagyon érdekes, úgy érzünk, hogy behatol az adott érzelemhez tartozó hormon a sejtbe, és akkor elönt minket az érzés. Szóval ennyire érdekes, hogy az ember ilyen totális egységlény. A lényeg mégis, ha a gondolatok nem fertőzöttek, gondolatok eléggé tiszták, ha gondolkodásunkat meg tudjuk tisztítani, és ha ebbe betesszük, imént beszéltünk az akaraterőről és a reménységről, mint a két lelki legfontosabb izomcsoportról. Hát ilyenkor kell a reménységhez folyamodni, mert mindig van remény, mert az egyetlen az élet és a túlélés. És nagyon tragikus helyzetben lévő emberek barakfogságában, különböző számkivetett állapotokban üldözötten, akik aztán túlélik ezeket a katasztrófákat, beszámolnak arról, hogy mennyire számított a lelki erőn lét, és ebben ez a két tényező, a reménység, hogy igenis előttem van a távlat, és én megmaradok, túlélem, és ez az erő, ami óriási energia is, ha belegondolunk, és az az akaraterő, hogy nap mint nap ennek alárendelve, hogy a reménység szálán én kiszabadulok, az izmokat, lelki izmokat akaraterőt ugye erősíteni, hogy leküzdeni az apró nyomorúságokat. Ugye recskem például, ahogyan tudjuk, hogy a foglyok egymással filozófiai magas szintű beszélgetéseket folytattak, és így egymás segítették, hogy kiszabaduljanak, mert a lelkük ki tudott szállni abból, amibe voltak. Mindez csak azért mondom, mert nincs elveszett helyzet. Amíg élünk, nincs elveszett helyzet. És ez olyan fontos, hogy tudatosítsuk magunkban,
hogyha nagyon elveszettnek érezzük a helyzetet. Ez egy olyan szubjektív érzés, amit ezek a gondolatok aktiválnak. És akkor próbáljunk meg szemléletet váltani, reframing, újrakeretezés, mondja a pszichológia, hogy válasszunk egy más szemléletmódot. Hogyan tudjuk ezt megválasztani? Tényleg annyira szerencsétlenül egyedül vagy? Azt mondja Carl Gustav Jung, a múlt század elejének egy jeles pszichológusa, szeretnél valamit? Hát add te a másiknak. Bármilyen elesett vagyok, és egyedül vagyok. Találok olyat, aki nálam is elesettebb. És akkor ajándékozd meg a jelenléteddel, a szereteteddel, az együttléttel. Kis szimbolikus ajándékát Chapmantől tudjuk, aki a öt szeretet nyelvet leírta, és ma már ez szállóige, hogy mit kell tennünk, hogy szeretetünket kifejezzük, hogy apró picike figyelmességek. Ez a bizonyos Binswanger pszichiáter, illetve filozófus által mondott, ez a megszentelt figyelem, hogy jelen vagyok, és tiéd az időm, és te látod belőlem sugározni azt, hogy én most semmi mással nem foglalkozom, csak veled. Ez az egymásnak adott figyelem. Hát, aki egyedül van, miért ne tudna felkeresni valaki olyat, aki még nála is egyedülebb érzi magát és magányosabbnak. És ha adunk pár szót, mindjárt kiszabadulunk a magánynak a gödréből, és nincs más megoldás, mint az egyik, hogy az, ami hiányzik, és kívülről nem kaphatjuk meg, saját belső erővel pótoljuk. A ilyen belső erő például vallásos vagy hívő embereknél az ima. Mert az ima segítségével egy olyan fajta, azt mondja a spirituális pszichológia, a végtelenre nyitott kogníció, ezt a kifejezést használja. Vagyis kiszabadulok saját magamból, és rábízom a sorsomat egy magasabb erőre, és bekapcsolódom abba az erő áramlatba, ami minden emberben megvan, a spiritualitás, ami mindenki hite szerint valahogy a nagy egészhez tartozásnak az érzését adja. Ilyen a nagy egészhez tartozom, ilyen különleges élmények jobb agyféltekei aktív vitáshoz kötődnek, tudományosan ez is igazolt, hogy ez egy realitás. Nem egy képzelgés, hogy mi át tudjuk élni a végtelen nyitottságot, a egész lényünk az egyetemes univerzumhoz tartozik. Hagy mondjak rá egy példát, hogy ez mennyire be van írva az agysejtjeinknek a működési lehetőségeibe. Egy nemrég elhunyt egyetemi tanár, Kulcsár Zsuzsa mesélte a következőt. Egy tanítványának 3 év körüli kislánya, akivel kirándultak, fölértek a hegycsúcsra, a gyerek ott toporgott, majd körülnézett, és azt mondta a mamájának: mama, én tágulok. Vagyis, hogy átélte a gyerek ezt a mindenséggel való kozmikus egyesülést. És hogy igazából ilyenfajta élmények megadatnak az imában, a végtelenre nyitott kognícióban, azokban a pillanatokban, amikor az ember érdekes módon befelé fordul, és mégis a határtalan nyitja meg magában. Most, ha rájövünk ennek az erejére, akkor csak azt tudom mondani, nagyon boldog az az ember, aki egy valamely felekezethez tartozik, és ezért bekötődött valamilyen hitrendszerbe, de hát a vallásos ember úgy spirituális, hogy az adott hitrendszerhez kötődik. Aki nem gyakorolja az adott vallást, vagy bármit is, annak is van személyes filozófiája. És ezért a befelé fordulásnak a pillanataiban mindenki képes arra, hogy kinyissa a végtelenre a kogníciót, azerint, hogy ő természetvallásban hisz, vagy miben hisz, mert mindannyian hiszünk valamiben, és pont azok a tudattartalmak, amik már a hit birodalmába tartoznak, azok képezik a spiritualitás birodalmát. Tehát ne felejtsük el, vagy befelé elmerülés, végtelenre nyitott kogníció, vagy segíteni valaki másnak, aki még nálam is elesettebb helyzetben van. És olyan különös, amikor ezt a lépést megtesszük, akkor olyan, mintha mágikus dolgok rendeződnének körülöttünk, pedig nem, hanem ennek van egy pszichológiai törvénye, hogy amint én valakivel teszek valami jót, igazolja a tudomány, hogy biológiailag például immunerősödés van, és noha én tettem jót, én kapom meg, hogy az immunaktivitásom fokozódik, és endorfin termelés indul. Tehát elindul egy nagyon különös dolog, hogy éltetünk
alapvető energiákat tud a szervezet azáltal, mint egy generálni magában, hogy igenis van értelme az életednek, mert valakinek az életnek a hasznára vagy. És ezek olyanok, hogy én szerintem mindnyájunknak tudni kellene. Nagyon szépen köszönöm, sajnos az időnk az lejárt, pedig fantasztikus önt hallgatni, és akár azt hiszem, hogy egész délelőtt el tudnánk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meg. Én is köszönöm, és áldott szép ünnepeket kívánok minden tisztelt hallgatónak. Viszontlátásra!